Az első szedben nem kezdtem túl jól, de aztán felvettem a tempót és átvettem az irányítást, második szedben pedig 3-1-en volt. És gyakorlatilag a srác onnantól egyetlen egy önhibát se adott nekem, nem az én játékom érvényesült. Nagyon lassú volt a pálya és nem tudtam játszani a saját játékomat, úgyhogy fel a kalappal az ellenfelem előtt jól játszottam. Szomorú vagyok, hogy hazai pályán nem sikerült a győzelem, de megyek tovább és jön a következő verseny. Hajszálom múlt ez a meccs, hogyha egy picit több ilyen meccs van bennem ezen a szinten, mert ugye én kisebb tornákon játszottam idén, akkor úgy érzem, hogy nem lett volna ennyire szokatlan a tempó. Fizikailag fogytam el egy picit, főleg a lábam, kicsit már görcsölt is, ezért próbáltam lerövidíteni a pontokat, hogyha a kondim egy picit jobb, arra tudtam volna támaszkodni, akkor talán akkor másképp alakul a meccs, de ezt így utólag nem lehet tudni. Nem én voltam az esélyes, végül is mindent megtettem, szóval hát most egy hajszállal így sajnos én maradtam alul, ez van.